Névadójuk előtt tisztelegnek a Hevesi Sándor általános iskola diákjai és pedagógusai ezen a héten. Több programmal ünneplik a napokban Nagykanizsa szülöttét. A neves drámaíró, színházi rendező idén lenne 150 éves. Hevesi Sándor nevét a Kanizsai Általános Iskola 1992 óta viseli. A művelődési központtal minden esztendőben közösen szervezik meg azt az ünnepségsorozatot, amellyel a nagy előd munkásságára irányítják a figyelmet. Az oktatási intézményben komoly hangsúlyt fektetnek arra, hogy az utókor is megismerje a névadó munkásságát és hagyatékát. Van egy tabló az iskolában, amit a gyerekek láthatnak, ahol az életét dolgoztuk fel, illetve magyar órákon sokszor szóba kerül, osztályfőnöki órákon is, illetve amikor az emlék napjait tartjuk, akkor olyan programokat szervezünk, ami az ő életét is bemutatja. Az idei nem csupán egy hagyományos rendezvény, hiszen Hevesi Sándor születésének 150. évfordulójára emlékezett a nevét viselő iskola és a művelődési ház. Nagykanizsán nagyon sok híres, neves ember született, élt, alkotott, erre büszkék lehetünk. És az üzenetemet is, amit hoztam nektek, egy kicsit erre építettük fel, hogy hogyan becsüljétek meg szülővárosotokat, iskolavárosotokat, akár Hevesi Sándor példája által. Hevesi Sándor mellszobrának koszorúzását követően az iskola tanulóinak rajzkiállítását lehetett megtekinteni, valamint díjazták az évforduló alkalmából meghirdetett vers- és prózaíró pályázat résztvevőit. A Hevesi Emléknapok pénteken egy jubileumi gálával zárul, ezen az iskola fennállásának 40. évfordulóját is megünneplik.